akarunk játszani az meccset, mert játszunk a Mosaki veszett a tabelában, és nagyon akarunk közelebb lenni, és hát remélem, hogy tudunk jó játszani, ez nyerni az meccset. Hál' az Istennek a mai napra mind a három játékos, aki beteg volt, az helyre jött, és a sérültünk is azért felépült. Hát döcögös volt a héten, úgy gondolom, de remélem, hogy azért ki lesznek éhezve a játékosok a mérkőzésre, és jó teljesítményt fognak nyújtani. Dávid Rihárd ugyan korán piros lapot kapott, de a 15. percig nem hozott gólt a 100%-os Aramis és a címvédő haladás összecsapása. Ekkor viszont a zöldmezes szombathelyiek Sipos Gergő találatával megszerezték a vezetést, majd az előző szezon legértékesebb játékosa Drót Zoltán is beköszönt. Igaz, még a félidő vége előtt szépített a góllövőlista illovasa Büki Baltazár. Ami nagyon bántó számomra, hogy kijöttünk, sikerült viszonylag jobban játszunk, sőt inkább azt mondom, sokkal jobban játszunk, mint az első félidőben. Gólt is szereztünk, 2-2 meccsben vagyunk, és van egy ilyen felívelés, amin egyszerűen nekem nem tudok túljutni, amúgy, hogy egy ilyen gólt kapjunk, egy ilyen fontos és egy jó csapat ellen, egyszerűen ez nem fér bele. Utána meg ami történt, teljesen szétestünk, és egy szégyen teljes vereség lett a vége. Horváth Szabolcs ugyan egyenlített, ám Drót kevesebb, mint fél óra alatt mesterhármasig jutott, és 4-2 után is a szombathelyiek voltak hatékonyabbak a kapu előtt. Amikor elmentünk a második félidőbe 2-3-4 góllal, akkor már voltak butafaltok, piros lap az Aramisnál, és belecseréltek, és sikerült több gólt lőnünk, és így nyílt ki az oldó. A válogatott Hajmási Milán 5-2-t jelentő gólja után nem sokkal Büki piros lapot kapott. Az emberelőnyt pedig Nagy Kevin realizálta, sőt, a 33. percben Erika Diniz is megszerezte első NB1-es gólját az idényben. Dekoncentráltak voltunk a mai nap, nagyon sok olyan teljesítmény volt, ami úgy gondolom, hogy a tudásuk alatt játszottak egy pár ember. Hát úgy gondolom, hogyha mi élcsapat szeretnénk lenni, és felsőházasok szeretnénk lenni, akkor úgy gondolom, mindenkinek magába kell szállni, és dolgozni kell sokkal keményebben ahhoz, hogy a célunkat el tudjuk érni. A hajrában Rutai Balázs és Fehér Dániel is betalált, így a 9-2-re győző haladás elvette az Aramis veretlenségét. Nem igazságos az eredmény, mert nagyon-nagyon szoros volt, nagyon kemény volt a meccs, de nagyon örülök, nagyon elégedett vagyok, hogy minden beteszünk a pályán, és ez most meg 3 pont, és remélem, hogy hamarosan közele vagyunk az első pozícióban. A 6. helyen álló haladás a következő körben Nyírbátorban vizitál, az Aramis pedig a Kecskemét elleni rangadó javíthat.